1920. március 25. Hogyan lett katona? Úgyhogy akkor általános hadkötelezettség volt, aki egyetemre járt, kapott szolgálati halasztást, míg be nem fejezi, mikor befejeztem 45-43 júniusába, októberben be kellett vonulni katonának is. Hogy hova, azt elintéztem már neked, a vezérkari ezredes el tudta intézni, hogy Pécsre kerüljek. Melyik egységhez került? 4. gépkocsizó vonatosztály Pécs. Ez a fehérvári laktanyában van Pécsen. És hova került ki a frontra? Fronton én nem voltam. Na még az, hogy ezt a 930-ről rögtönzött munkázásra felállították, a Baranya és Duna háromszögben, amik most Horvátországban tartozik, egy Bonyevász községbe irányítottak, és ott a Duna vonalának megerősítése ruszkik ellen az lett volna fel, hogy földmunkát végezzünk, hogy nehogy a ruszkik átkeljenek. Kisköszegni átkeltek a Tuszának, akkor irtozatosan menekültünk. Ez lett a menekülésnek a sorsa. Addig ott végén éltünk, ennivaló volt, csak vártuk a ruszkikat, hogy jönnek. Voltak beépített ismerőseink, bunyavácok, mondták, hogy így ki, mert hónap már késő lesz. Így indultunk el 1945 novemberébe, 44 novemberébe onnan abban a háromszögben, Baranya, Duna háromszögben. Hova indultak? What? Hova indultak? Itt először Bonyhád, azután Kaposvár, azután mentünk a Balaton mellé, megkerültük a Balatont, és elmentünk Zircig. Zircen kikötöttünk, ott voltunk 1-2 hónapot, ott is a zászlóhaj erődítési munkára, a Rába vonal erődítésén dolgoztak. Aztán, amikor onnan is menekülni kellett december végén, akkor elkerültem Répszalak melletti Nicsk nevű községbe, ez lett a zászlói állomás helye 44 decembertől 45 januárig egészen márciusig, abban a kis faluban voltunk 3 hónapig. Én élelmezőt is szóltam, bélyegzővel, pénzzel, okmányokkal, nyílt parancssal közlekedtem, és mindent elintéztem. A szovjet hadsereggel találkozott? Kivel? A szovjet hadsereggel találkozott? Sose láttam. Csak amikor udőlértek 45. május 9-én Szeljerbe, akkor találkoztunk. Akkor már fegyverszünet volt. Hogyan került hadifogságba? Ott. Azt mondták, kérem, minden katona hadifogó, először kocsiba lehet, aztán leszereltünk a kocsiról, mindent elvittünk, ami érték, hadi iratokat, még az egész hadi pénztárt, mindent magunkat vittük, és elindultuk, és gyalog jöttünk egészen Steyertől, mondtam neked, Bécsen, Sopronon, sok keresztül egészen Celldömölkig. Ott május 31-én raktak vagomba. Ott kezdődött a bizonytalan út. Merre vitték önt ki? Hát mondom, Celldömölk, Székesfehérvár, Budapest, Budapesten lefele Szabadka felé, Szabadkánál átkanyarattunk Szegedre, Szeged, Temesvár és Romániai Ramniku Serát nevű községbe vittek. Ramniku Serát nevű község. Ott dőlt el, hogy Szibéria vagy pedig Grúzia, hogy milyen vonatra raknak. Engem normál vagonokba raktak, így
Konstancába kerültem hajóval ki Grúziába. Durván. Mikor érkezett meg Grúziába? Tessék? Mikor érkezett meg Grúziába? Hát Grúziába körülbelül 40-45 valamikor június, július, akkor érkeztem meg. Ez egy nagyon kis ipartelep, villanytelep van, téglagyár, azután fafűrész, telep, stb. Mindenki keresett munkahelyet. Na most jön a java. Az én jogi végzettségem az ott nullát ért. Akinek szakmája volt, az mindenki kapott munkát, nekem nem volt semmi. Most figyelj, amit mondok, az politika, de ezt bátran vállalom. Egyik este hívnak a parancsnokságra kettőnket. Az egész táborban ketten voltunk, akinek egyetemi végzettsége volt, én nekem jogi, a másiknak agrármérnök volt. Megjelenünk, nem tudtuk eltalálni, mi a jó Istent akarnak velünk. Jön a tolmást, eljön, azt mondja, kérem, önökről mindent tudunk, biztos lekádereztek. Tudjuk, hogy egyetemet végzett, tudjuk, hogy az nem szakmunka. Egyet tudunk önöknek ajánlani, kettőnknek, hogy kiemelnek a munkatáborból, elvisznek iskolára, csak tanulni kell, és nem dolgozni. Annyira meglepett a válasz, hogy kértünk két nap gondolkodási időt. Hazamentünk, összeültem a barátommal, aki gazdasági tanár volt, Csizinszky Lászlónak hívják, merem mondani a nevét, meghalt már régen. Azt mondja, ide figyelj, oda politikai iskolára visznek, ott meg kell tanulni marxizmus mindent, és ha hazajössz, akkor vezető káder lesz majd Magyarországon. Én nem akarok politikai pályára menni, én elutasítom. Várjam, visszamentünk. Köszönjük szépen, de nem hagyjuk itt a barátokat. Elutasítottuk. Ehhez mit szólsz? Ez igen. Így, ahogy most elmentem. Semmi következményem, mert beosztottak mindig fizikai munkára, mert semmire másra nem voltam alkalmas, de nem nagyon törtem össze magam. Milyen munkát kellett végezni? Milyen? Mit mondjak neked? Éjjel például vasúti telepen villanygépkezelő. Máshol. Fűrésztelepen vajeni konvoj őr. BK felírta a vörös zászlóval, vajeni konvoj lettem, oroszul mondom, hadi őr. Az volt a feladatom, hogy a dolgozó magyarokra vigyázzanak, hogy meg ne szökjenek. Ez arra volt jó, hogy ne dolgozzak. Az ennek is vége lett, akkor össze-vissza raktak, jobbra-balra. Most még egy érdekes dolgot elmondok, ezen csodálkozni fogsz. Nagyon ronda köves vidék, a bakancsunk tönkrement. Szólok a Schusternek, te, mondom, Zsiga bácsi, mondom, meg kellene talpalni, azt mondja, nincs talp, egyet tudok neked ajánlani, most figyelj nagyon. Te éjjel dolgozol a vasútállomáson, ez vasúti szárnyvonal végállomás, rengeteg vasúti teherkocsi áll, éjjel, ha dolgozol, egy kocsi alá bújsz, és a hosszú vesztin féket, tudod, tömlőt, ami a kocsikat összeköti, és tudod, mire beszél. Na, levágsz egyet, hozod, és én gyönyörűen megtalpalom a szépen, de nagyon vigyázz, mert éjjel fegyveres orosz őrök vigyázzák a vagonokat, mert lopják. És most figyelj ide, javába vágom a vesztingfék tömlőt a két kocsi között éjjel, tök sötétben. Megjelenik mellettem a szuronyos orosz őr, akinek az volt a feladata, hogy arra vigyázzon, hogy ne lopják a vesztingféklőt. Mit csinálsz? Mondom neki, hogy mire. Tudod, mit mondod? Tovaris, vágjál nekem is egyet. Vágjál nekem is egyet. Kapott egy tömlőt, de az ő bakanca is lukas volt,
Elvitte, ő ment jobbra, én még balra, és nem kerültem. Egyébként ezért 15 év szibériai kényszermunka járt volna a bíróságnál, mások ennyit kaptak. Ezt úsztam meg azzal, hogy a ruszki őrnek is Lukas volt a vakancsa. Erre mit lehet mondani? A sors hozta így, a sors nagybetűvel. Érted, amit mondok? Igen. Én ezt kihangsúlyozom, hogy a sors közbeavatkozott, a sors alatt most értheted még az Istent is, és így úsztam meg a szibériai kényszermunkatábort, és szépen hazakerültem. Mikor került haza? 47. szeptember 18-án értem Debrecenbe, a pavilon lakszanyához szereltek le bennünket. 47. szeptember 17-én. Megverték-e az őrök? Az oroszok megverték-e önt? Nem értem. A szovjetek megverték-e önt? Bántalmazták-e? Soha. Sőt, akkor még elmondok még valamit lelkülekhez. Később a téglagyár mellett bővíteni akarták a hegyoldalba a téglagyárat, és agyagmintákat kellett tenni a talajból, egy méteres gödörből, húztuk föl gödörbe a vizet, a talajmintát, és én észrevettem, augusztus volt, július-augusztus, hogy egy kukoricakolhoz közepén vagyok, és rengeteg köztesként rengeteg gyönyörű szirmos bab van az a kukorica szárakon. Ó, mondom, ezt nem lehet itt hagyni. Elkezdtem leülni, és kifejtem, ott hagyom a héját, bele a csajkába a fejtett szirmos babot, olyan óriási nagy szirmos bab, megjelenik a csősz, ilyen fegyverrel, ilyen karszeli valamivel, észrevesz, elvitte sapkámat, csajkámat, mindenfélét, jobbra-balra, mondom, itt vége a világnak, társadalmi tulajdon. Fél óra múlva jön vissza az őr egy fiatal orosz emberrel, aki tökéletesen persze orosz volt, én már jól tudtam, és azt mondja nekem az orosz, tiéd a holmi? Mondom, igen. Azt mondja, miért loptál? Mondom, mert éhes vagyok. És most jön, amit mondok, éhes vagy, akkor megengedem, hogy minden nap, amíg itt dolgozol, egy német sajka fejtett babot vigyél haza a táborba. Elszólj valamit. Nem az, hogy bántottak volna, hanem így még segítettek. Lopjak, mert az éhség az nagy úr. Ez a kettő, egyik a vajon a Westingfield, másik pedig a kukoricakolhozban a bablopás. Ez mind a kettő könyvben megjelent. Kikkel volt együtt a táborban? Kikkel voltam? Csak egy ismerősöm volt a GA főnök, akivel együtt voltunk tisztelt, más mindenki idegen volt. Senki ismerős nem volt. Vad idegen, mindenféle népség, már legkülönbözőbb alakulatok, stb. De magyarok vagy németek? Mind magyar volt, körülbelül 300 magyar. A táborban volt német is, azok többségben voltak, jóval többen voltak, de mi körülbelül 300-400 főnyi magyar csapat volt. A parancsnoka egy Hegyfalvi nevű zupás főtörzsőrmester volt, az volt a magyar parancsnoka, annak volt a előnye, hogy nem kell kidolgozni. Na most még mondok neked még valami érdekeset. A társam, aki GH főnök volt a zászlóhajnál, egy sovány, vékony, csontú gyerek volt, civilbe tanító volt Bezedeken, Baranya megyébe. Mondom, te Jancsit, mondom, te neked, te nem bírod a nehéz munkát, jelentkezz antifasiszta iskolára. Jelentkezett, attól kezdve nem dolgozott, antifasiszta volt, sose dolgozott. Persze a bűne az volt, hogy én hazajöttem
47. szeptemberben, ő pedig 48. novemberben jött haza. Ezeket nem engedték haza. Valami bizottság fogadta, amikor megérkezett Magyarországra? Kik fogadták? Magyarországon egyenesen mentem Hajdúszoboszlóra, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak egy bizottsága volt, és ott mindenkit fogadott, a személyi adatok leírták, katona, hol, mikor született, milyen alkohol, stb. Mindenki kapott egy igazolványt, megvan mai napig, és kérlek szépen 20 pengő zseppénzt, vasúti igazolványt, és a kötelező beutalót a kiskörösi járási tiszti orvoshoz 4 alkalommal, aki beutalt aztán Hajdúszoboszlóra, a hadifogói üdülből 2 hónapig pihentem. Életem legszebb 2 hónapja volt a fogság után. 2 hónap jó ellátás, megfelelő koszt, fürdő, stb. Mikor nősült meg? 1957-ben ismertem meg egy vidéki lányt, aki bölcsőde vezető volt, a hazai pamutszövőgyár bölcsőde vezetője. Társaságban véletlenül találkoztunk, szimpatizáltunk egymással, és a végén házasság lett belőle, de még ehhez tartozik az, hogy a hazai pamutszövőgyár Újpesten van valahol, nem tudom pontosan, tudod, hogy hol van. 10. vagy 6. kerület. Na, és megtudta a feleségem, hogy a miniszterelnöki hivatal bölcsőde vezetői állása megürült, és mivel jót ismerjék, jelentkezett azonnal a miniszterelnöki hivatal bölcsődejének a vezetője lett. 1960 augusztusában, addig ott volt Újpesten. Hány gyereke született? Egy fiam van, és 2 unokám van. A fiam itt él Magyarországon, és köztem mellett elváltak. A 2 fiam, 2 unokám van, egyik itt van a Műszaki Egyetemen 4. éves hallgató, a gépészmérnöki karon, most jön ide holnap hozzám. Én támogatom anyagilag őt, ez egy külön téma, erről még 2 szót hajlanok. A lány pedig iskolába járt, az még gimnazista. Na most még hozzátartozik az, hogy a fiú, az fiamnak valamikor 20 vagy 23 évvel ezelőtt vettem Gazdagréten egy kis garzon lakást. Sokáig ott laktak, ki volt adva, mikor őt a fiú lakót elküldtük, a unokám a fiam tulajdonát képező garzon lakásban lakik, a költségeket a fiam fizeti, villany, víz, gáz, hűtés, stb. Az ellátásról pedig én gondoskodom. Most mondok neked olyat, amit meg fogsz lepődni. Itt a üdülőbe, mikor beléptem, mindenkinek bemutattam a hadirokkant igazolványomat, ami azt jelenti, most jól figyelj, pénzügyi vonatkozásom, ami azt jelenti, a hadigondozottakról szóló törvény kimondja, hogyha egy hadirokkant önkormányzati fenntartású idősek otthonába kerül, akkor a térítési díjat, amit itt állapítanak meg, azt helyettem a hadigondozotti közalapítvány fizeti. Tehát én 2011. november, augusztus óta lakom itt, én is egy fillért még nem fizettem. Ezt a pénzt, amit megtakarítok, ez nagyon komoly összeg, mind az unokámnak, ez körülbelül állandóan emelkedek, most körülbelül 180 000 forint. Ezt az unokámat eltartom.
Én tartom el az unokámat ebből az ingyen pénzből. Ez mind hadirokkant törvény. Én a hadirokkant szövetségnek a jogtanács is voltam. Nagyon ismerem a dolgokat. Annyira, hogy voltam bátor hadirokkant ügybe, megtámadtam a Sólyom Köztársaság elnök által aláírt törvényt, törvénytelennek alkotmánynak tartottam, és az alkotmánybíróság nekem adott igazat. Erre nagyon büszke vagyok. Megjelent a magyar közlönyben a határozat, az alkotmánybíróság határozat 100%. A hátrányos megkülönböztetés, nem akarok részletekbe menni. De hol sérült meg, hogy hadirokkant lett? Hogy? Hol sérült meg, hogy hadirokkant lett? Nem fizikai sérülés, mozgási korlátozottság és szívgyengeség. Tehát nincs, nem látom golyót sose. Ilyen sérülés volt. Mozgás korlátozott és szívgyengeség. Ez az akkori hadirokkant törvény szerint elegendő az 5. járadékosztályban való besoroláshoz véglegesen. Véglegesen, ami azt jelenti, hogy ehhez hozzányúlni nem lehet, amíg élek, én hadirokkant maradok. Ennek most már mennyi, 1947 óta. Most már 2000-re, tehát a 24-et írunk. Hogyan emlékszik vissza az Észak-Erdély visszacsatolására, a második bécsi döntésre? Hát úgy emlékszem vissza, hogy kelekszépen Szegeden kezdtem az egyetemet, az első vizsgát Szegedet tettem, a második vizsgát szintén Szegedet, a harmadik vizsgát, mivel a Szegedi Egyetem annak idején Kolozsvárról Szegedre menekült, most visszavitték Kolozsvárra, úgyhogy a harmadik vizsgát már Kolozsváron kettem le, és ott avatták doktorrá engem. Tehát ez az emlék nekem. És milyen volt Erdély hát 40 után? Én csak az egyetemre jártam, meg vizsgákra, meg egy-két, éltük az életéket. Például volt Kolozsváron egy nagyon, nagyon jó kis kocsma, oda jártunk egy pohár, egy jó vizsga után egy pohár borra. Ez volt 1943. január előtti időkben. És utána vonult be. Tessék? És utána vonult be, ugye? Hova? Pécsre. Hát persze, hogy hát mikor 43. júniusban doktoráltam, októberben be kellett vonulni. Ez hol szentség? Októberben megkaptam a behívót. Az ezredes barátok elintézt, hogy oda kerülök katonának, ahova én akarok menni. Ez óriási nagy dolog volt, mert akkor beutalták Erdélybe különböző hegyi alakulatokhoz, ide-oda, amoda. Ez egy óriási szerencse. Rokonaim voltak Pécsen, azért mentem oda, hát legalább legyen valaki ismerősem. Rokonok voltak, unokatestvér, stb. Nagyon összezsúfolva voltam, nem tudom, mit tudsz leszűrni az egészből. Jó kis beszélgetés volt ez. Jó kis beszélgetés, főleg én beszélgettem.